A június 8-ai adatok szerint újabb hat magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést. Ezzel 4014 főre nőtt hazánkban a beazonosítottak száma. Elhunyt két idős krónikus beteg, ezzel 548 emelkedett a halottak száma. 2284-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzőt 1182 fő. Mint ismeretes, nem robbant be Magyarországon a fertőzés, és csökkent a betegek száma, így már az elmúlt hetekben az enyhítéseknek köszönhetően egyre több minden Erenyélik lehetőség. Ilyen többek között az autós könnyű koncert, amelyre bővebben is kitért kis Robert rendőr a lezredes az operatív törzs tájékoztatóján. A kormány úgy döntött, hogy az autós zenei koncertek a szabadtéri rendezvényekről szóló kormányrendelet rendelkezéseitől eltérően megtarthatóak. A jogszabály értelmében autós könnyű koncert olyan élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás, amely során a közönség a rendezvény helyszínére jutás céljából használt személygépjárműben tartózkodik a rendezvény során. A látogatás feltételeit a szervező határozza meg, amelyre a közönséget tájékoztatja és a betartása a kötelessége. Továbbá dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos arról számolt be, hogy részlegesen feloldotta a március 8-án elrendelt látogatási tilalmat a szociális intézményekben. Az erről szóló határozat már életbe is lépett. Korlátok között óvatosan kell, hogy történjenek, hiszen tudjuk azt, hogy azok, akik még pozitivitást mutatnak, és az intézményen belül vannak, ők karanténban vannak gyakorlatilag, tehát ők továbbra sem látogathatók. Azonban akik egészségesek, ők látogathatók, és az is egészséges kell, hogy legyen, aki látogat. Rendkívül fontos, hogy a látogató semmilyen tünetet nem mutasson, a teljes jólét állapotába menjen a szociális intézménybe, és csak ahhoz a személyhez menjen, akit szeretne családtagot, rokont, ismerőst meglátogatni. A kézfertőtlenítés, távolságtartás és a maszkviselése fontos kritérium az előbb említett találkozásoknak. A kórházak látogatási tilalma ugyanakkor továbbra is érvényben marad. A szakember hozzátette: Megengedik, hogy a végzős fiatalok a bizonyos szabályokat betartva részt vegyenek a ballagás ünnepségen, így el tudnak búcsúzni a társaiktól és tanáraiktól.